Oda néz! Hova? Hova? Ja, oda! Tágas égen angyalok, fénylik, mint a csillagok. Jár egy lámpa! Mi? Áld el, hogy... Nem lámpa, mert most látom, hogy az a nap. Jó, csak elbújt a felhők mögé. Töbrentei Ildikó és Levente Péter égből pottyant szerepjátékkal, jelmezek, díszletek nélkül, a szárnyaló képzelet a játékos kedv és a gyerekek segítségével benépesítették a színpadot és a nézőteret egyaránt. Az előadás címe Csodás hétköznapok. Mitől lesznek csodásak a hétköznapok? Az életünk csupa ajándék. Csupa ajándék. Én mindig azt mondom, hogy az élet egy olyan csodálatos, összetett és bonyolult és ellentmondásos harcokkal, mint a mese, harcokkal és küzdelmekkel és kudarcokkal és győzelmekkel teli csodálatos játék. Ez a mi ajándékunk, és ez a mi jutalmunk, ez, hogy mi élünk. Minden hétköznap jutalmakkal és örömökkel van tele, mondom én. Azoknak a nézőknek, akik azt hiszik most, hogy talán könnyen beszélek, hogy mi két gyereket eltemettünk, két kisfiunkat, és voltak az életünkben más nehéz megküzdeni való helyzetek is. Ez volt, és ez maradt a legnehezebb persze, ami a helyére kerül idővel. Tehát az ember azt mondhatja, hogy feldolgoztam, segített az Úr, hogy feldolgozzam, de a fájdalma az megmarad, és a hiánya az megmarad. És azért merem mondani, mert én mondhatom, hogy az élet csupa ajándék, és csupa apró szép örömmel van tele. Tehát a hétköznapoknak az örömei azok az örömök, és azok a leglényegesebb örömök, amik a legkisebbek, legegyszerűbbek, azok a leglényegesebbek. Hú! Akkor látta a leány, hogy 7 mérföldes csizma van a legény lábán. Akkor megfogta a legény kezét, mert látta, hogy megfogta az Isten lábát. És boton fölemelte a 7 mérföldes csizmát, és úgy átlépte Amerikát, mint ahogy se lett volna. Átlépte az óceán, átlépte Európát, és megérkeztek Magyarországra. Úristen, hol van Magyarország? Na, fiaim, időben jöttetek haza. Jó van. Én meg vagyok győződve, hogy örömre születtünk. Tehát az, ami talán nem olyan jól sikerül az életünkben, az vagy úgy néz ki, hogy nagyon-nagyon igazságtalan, kemény próba, vagy magunk csináltuk. De a mi életünk az azért van, hogy örömre mert örömre születtünk. Az én férjem evangélikus, és mi minden nap elolvassuk az evangélikusoknak a remek jó, egyébként én katolikus vagyok, és hogy kerülünk a református rendezvényre? Azért, mert hívnak, és mert szeretjük a reformátusokat. Évek óta jövünk a rendre. És itthon vagyunk, és szerintem itt a helyünk. Egy az Urunk. Bibliai útmutató minden napra nagyon okosan összeállított egy ószövetségi és egy új szövetségi ígét. A mai napra a Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből az az ige: örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Ezért van az élet. Ezért van az összes küzdelemmel, kudarcokkal, fájdalmakkal, megpróbáltatásokkal, árvizekkel, és nagyon-nagyon szomorú tragédiákkal együtt is. Erre van az élet. Nem az a fontos, hogy a szomszédnak több van. Nem az a fontos, hogy a másik ügyesebb lett. Nem az a fontos, hogy mi lesz velünk holnap. Az a fontos, hogy ma itt vagyunk, és ez a nap egy csomó örömöt rejteget a számunkra. És ha ezt észre tudjuk venni, megjön a másnapnak is az öröme felelősséggel. Tehát persze nem felelőtlen, de felelősséggel megjön. A házas pár egy eldugott kis településen, Héregen él. Nagyon fontos számukra a természet közelsége. Amint Döbrentei Ildikó mondta, a gyerekek számára 3 nagyon fontos dolog van. A család, a mese és a természet.
A természet az, ahol a gyerek igazán otthon lehet, ahol meg tudja figyelni, hogy futkároznak a hangyák, az ujján tudja röptetni a katicabogarat, és megfigyeli, hogy a kukac hogy megy, és ledug egy magot, és kibújik belőle a babszem. Persze, mi nekünk tájépítészek a gyerekeink, és amikor játszóteret terveznek, mai játszóteret, mai gyerekeknek, úgy tervezik a játszótereket, hogy ilyen szép buckák vannak a játszótereken. És akkor én, aki hát képzőművész is vagyok, mondom, hogy jaj, de szép, hogy ez nem olyan sima. Hát anya, hát ez nem amiatt van. Anya, hát ez amiatt van, mert a mai gyereknek a lába nem tudja, hogy mi az, hogy fölfele mászni, meg lefele mászni, mert vagy tornateremben van, vagy betonon van, vagy edzésem van, vagy az utcán van, vagy otthon van a parkettán. És hát akkor, amikor én a mesekönyveimet dedikálom, mindig megkérdem a kicsiktől, hogy mi az óvodai jeled, és akkor azt bele szoktam rajzolni, minden gyereknek rajzolok valamit. És akkor mondja, hogy lombos fa. És akkor mondom, hogy jaj, de jó, lombos fa, akkor biztos szeretsz kirándulni. És néz rám. És a problémát a kirándulni szó okozza. Hát miért szeretjük a természetet? Azért, mert ebbe születtünk, mi a természetbe születtünk bele, és a természet, ami az életünknek a másik szobája kéne, hogy legyen. Hogy abban ott együtt éljünk mindennel, ami a világon még rajtunk kívül él, és akiket mi szerethetünk, hát emiatt szeretjük a természetet. Csak hát sokan városi lakásokba szorultunk, és sokan nem érünk rá a természetben lenni, vagy luxus lett a számunkra. És nagyon örülünk, ha ilyen szép helyen lehetünk, mint ahogy most itt vagyunk Pápán. Ez gyönyörű, ez a park.